Egy gyermek született Szabadkán szeptember 1-én a városnapján. Az újszülött és édesanyja is jó egészségnek örvend. Tudtuk meg dr. Desimir Gyukics nőgyógyásztól. Dobro su i majka i beba, rađen je carski rez kao hitan zbog kako se zove akušerske indikacije. Majka se nalazi u poluintenzivnoj jedinici, beba je na neonatologiji. Dobro se osjeća i majka i beba. Az újszülöttet és édesanyját az önkormányzat képviseletében Szrdján Szamardzsics segédpolgármester, valamint Gyivánovic Dániel, a VKT elnöke látogatta meg. Virággal és ajándékkal kedveskedtek. Imali veće radosti i lepše stvari u životu jednog čoveka kada se ostvari kao roditelj, a također imali lepše stvari nama kao društvu kada imamo novog sugrađanina i da se svi radujemo radosti života. Új élet nélkül és a gyerekek és a babák nélkül nincs jövő, ezért a már megszokott köztársasági juttatásokon kívül Szabadka város 15 ezer dinárt ajándékoz minden újszülöttnek és anyukának, és ezen kívül még szülői pótlék néven körülbelül 10 ezer dinárt, és hát még azért emlékeztetnénk mindenkit, hogy az óvoda ingyenes Szabadkán. Gyivánovic Dániel kiemelte továbbá, hogy azoknak, akik magánóvodába íratják gyermeküket, havi 10 000 dináros juttatás jár.